Egy kicsit álmosan kezdtünk az elején, utána szerencsére sikerült válaszolnunk, és el tudtunk menni. Aztán utána azt mondom, hogy tényleg egész jól játszottunk, egy tetemesen ki is építettünk az első fél időben. Aztán szokásunk a szíve, megint egy másik fél időben, a harmadik negyedben ezt leadtuk. Ezt kell levetkőznünk magunkról a jövőben, és valóban ezen dolgozunk, hogy ezt a 15 percet minél jobban kihúzzuk, és a végén 40 percen keresztül meggyőzően tudjunk játszani majd. Még a Lenzelnek is kell idő, azt gondolom, amíg megszokja az új környezetet, ugye ide nem volt csapata, de egy jó személyiség érkezett a személyében, úgy gondolom, hogy be fog illeni, be fog illeszkedni, úgyhogy mindenféleképpen szerintem a hasznunkra lesz. Következő ellenfelünk az Oroszlány lesz idegenben, hát vendégként biztos, hogy 15 percnél több jó játékra lesz szükségünk, egy nagyon jó, és a hazai pályán nagyon veszélyes ellenfél szemben. Így van, ugye én még nem játszottam ott, de hallottam, hogy jó hangulat szokott lenni, úgyhogy biztos, hogy nehéz lesz. Egy jó csapatuk is van idén, fizikálisan játszanak, ahogy én láttam, úgyhogy nem lesz egyszerű. Felkészülünk belőlük, és mindenféleképpen győzelemmel szeretnénk majd távozni. Hát nagyon fontosak most ezek a meccsek, azon kívül is, hogy persze nyilván minél feljebb kerüljünk a tabellán, de a Magyar Kupa szemszögéből is nagyon fontos még az idei évből hátra levő meccsek, illetve az első körben hátra levő mérkőzések. Így van, ugye van még kettő, most 5-6 találunk, azt hiszem, hogyha minden igaz, úgyhogy mindenféleképpen ez az Oroszlány és a Szeged ellen is, tehát közvetlen riválisok a kupa szereplés szempontjából most jelenleg, úgyhogy mindenféleképpen győzni szeretnénk és bejutni a legjobb 8-ba.